attól függ, ha Simek Peti a szakértő vendégünk, akkor lehetséges, hogy többet kapjuk a többiek. Az egész kupadöntőt tekintve ebben a szezonban klubmérkőzésen most dolgozunk a legtöbb kamerával. Ez jelent nagyjából 15 kamerát, ami a meccset mutatja, és további 3-at, ami pedig a stúdiumban található. Nyilván van egy, ami mutat mindannyiunkat, ez adott esetben 3 vagy 4 ember, és akkor van külön 2 kamera, egyik a szakértők, ennyi több vezetőségünk. Monitor pedig azért kell, mert van egy, ami a mi közvetítő kocsink képét mutatja, és van egy, ami pedig az adás képet mutatja. Itt, hogyha a hátterét nézzük, vannak olyan grafikák, amiket a házból adunk. És emiatt jó, hogyha azokat a grafikákat is látjuk, ezért van 2 különböző vezető. Bent a stúdióban mindent ismerünk, minden négyzetcentimétert tudjuk, hogy hogyan néz ki, míg itt azért minden egyes alkalommal ez egy új dolog. Ott minden bejáratot itt abszolút mértékben nem, és ezt láthattátok itt az elmúlt másfél órában is, hogy ez nem az a történet, amit minden egyes alkalommal patika mérlegen ugyanúgy csinálunk, mindig próbáljuk feldobni, máson csináljuk, ennek megvan a maga szépsége, ezért csináljuk, hogy köszönöm is. Itt most annyi háttérinformáció, hogy délután én még Tour de Hongriot közvetítettem, utána jöttem ki ide, mert így alakultak a dolgok, ez nem így volt tervben, de így alakult. De például az, hogy az eleje hogyan néz ki, az meg van hétfő este óta szóról szóra gyakorlatilag. Ennek ilyen titkos jelek, hol egy nem tudom, valamilyen töltő, vagy valamilyen egy elem például, ami segít abban, hogy tudjuk a helyünket. De itt mondjuk elég nagy helyünk van, úgyhogy itt nagyjából bárhol megyünk még valahogy megtalálni, csak a fények miatt fontos, hogy nagyjából azon része megyünk. Negyed órát tud nagyjából repülni egy akkumulátorral, egy felszállással maga ez a drón készülék. Ez azt jelenti, hogy negyed óránként mindenképpen le kell szállnunk egy akkumulátor cserére. A drónos autó leparkolásától az első kamera képig másfél óra telik el. A személyzet 2 emberből áll, egy operatőr, illetve egy pilóta alkotja a csapatot. Pontos mérkőzés előtt 2 órával nyitják ki a kapukat, és jöhetnek be a nézők. Én igyekszem már a nézők előtt megérkezni, egyrészt könnyebben le lehet parkolni, másrészt szeretem átlátni abban a 2 órában ki, mikor érkezik, a csapatok mikor jönnek, mert itt már minden pillanatban valami történik, vagy történhet. Ezen kívül ez a 2 óra bőven elég arra, hogy a szerkesztővel átbeszéljük, hogy az adásban milyen buktatók lehetnek, illetve mikor enyém a szó, mikor a stúdióé. Látni fogom ezeknek a gomboknak a segítségével, hogy éppen a stúdióban mi történik, ami most nem egy fedett stúdió lesz, hanem le lesz a pálya szélén, illetve természetesen közvetítésnél azért a fülemen van ez a fülhallgató. Itt a közvetítőkocsival, a szerkesztővel, a hangmérnökkel, mindenkivel tudok beszélni. Hogyha az on-air gombot megnyom, az azt jelenti, hogy adásba kapcsolom én magam. Hogy aztán a hangmérnök mikor tolja be a hangomat, az rajta múlik, de általában a fülemre szólnak, hogy beszélhetsz, ám miután hallom az adást, és ilyenkor sok esetben ugye fölkonferálják, hogy most pedig következik a mérkőzés, a riporter, és mondanak egy nevet, ha az enyémet mondják, akkor jó eséllyel nekem kell megszólalni. Nekem van mindenfajta jegyzetem, akár saját kézírással, akár korábbi összeállítások, de ezeknek a lapozására vagy kiterítésére itt nagyon nincs lehetőség. Tehát ezt inkább úgy kell elképzelni, mint az iskolás a dolgozatnál, de hát most ne figyeljenek ide az iskolások, hogy ír egy csomó puskát, és valójában a dolgozatnál már nem puskázik, hanem tudja, hogy a puskán mi hol van, és amíg a puskát elolvassa, addig is tanul. A közvetítő berendezés mellett van egy másik mikrofon is, hogyha ennek valamilyen baja lenne, vagy valaki illusztris vendég menet közben ide érkezik, akkor vele is tudunk beszélgetni. Volt olyan Bajnokok Ligája döntő is 2006-ban Párizsban, hogy akkora vihar volt, hogy elment a kép egész Európának, tehát az áramkimaradás. Vagy most a Ferencváros Újpest elleni bajnok avatásán, itt az a kis doboz, ami mellettünk van, arra teljesen véletlenül egy mellettem ülő szurkoló ráborított valamilyen folyadékot, feltetlen sört, gyakorlatilag zárlatot okozott, és onnantól kezdve én nem tudtam beszélni.
Tehát a Fradi Újpest mérkőzés nálam 2-2-vel ért véget, mert a videóbírózás előtt elment a közvetítő állásban a kép is, meg a hang is. A maga a közvetítő kocsi egyébként a válogatott meccsekért és a BL meccsekért is felelni szokott, vagy például a legutóbbi City Gladbach meccsen is szerepelt, úgyhogy az itt látható személyzet szolgálja ki ezeket a mérkőzéseket is, és nem véletlenül vannak ők most a kupadöntőn sem. Most abban a részlegben vagyunk a közvetítő kocsiban, ahol a kamerákat vezérlik. Ezekkel a kis toló gombokkal lehet állítani akár a szöget, akár a színhatást. Igazából innen tudják a szintezést elvégezni és minden egyéb technikai beállítást, illetve van egy központi vezérlő is a szélén, ahol az összes kamerakép szintén beállításra kerülhet. A közvetítőkocsi negyedik részlegében a hangvezérlés látható, tehát ide érkeznek be azok a jelek, amik a hanggal kapcsolatosak, tehát itt a képhez már sok dolgunk nincsen, viszont a hang az itt dől el. Ez egy kábelkamera, ami azért kell, hogy ezt drónnal is meg tudnánk oldani, csak ugye nem lehet, mert emberek vannak alattunk, tehát muszáj kábelen mennie, ugye ez a safety miatt. Ki kell települnünk a nulláról, akkor egy ilyen 4 óra alatt kb. Fölépítjük, és utána jönnek a tesztelések, vagy minden ilyen, ugye kamerabeállás, próbák, stb. Körülbelül egy ilyen 4 ember szükséges hozzá, ugye van egy ember, aki a fejet rakja föl, az elején ugye mindannyian szükségesek vagyunk hozzá, hogy betoljuk a dolgokat ide, fölakasztjuk a kábelt, kell hozzá egy riges is, hogy oda föntre felmásszon. Ugye a csigákon keresztül visszaakasztja a kötelet, nekünk leadja, utána mi összeakasztjuk a pléttel, ami középen van, és utána jönnek igazából a kábelezések. Kevlar köteleket használunk, amiben belül optikai kábel megy, ezen keresztül jön le minden. A vezérlésünk, a kamerakép, a kameravezérlés, amivel mi tudunk irányítani, minden egy üvegkábelen jön végig keresztül, bele van szőve a kábelbe. Hát sebességre, egy ilyen kilométer per órában 39-40 km per órát tud. Ugye ez limitálva van, attól függ, hogy hol vagyunk, de itt például meg tudjuk csinálni. Magasságra, hát ilyen inkább 30 méter lehet, amennyire föl tudunk menni. Labda nem találtam még el, hál' Istennek. Minket már igen.